A Laffert Kúria májusban is otthont adott a Dunaharaszti Nádor Lakóparkért Egyesület családi délutánjának. A hangulatos program kínálatát Szabó Virág foglalta össze, illetve tájékoztatott az Egyesület éves rendezvényeiről, valamint egy helyi látványosság megvalósításának tervéről is. A mai nap kézműves foglalkozásokkal vártuk az érdeklődőket, ezen kívül volt még bábszínház, és lesz szabadulószoba. A bábszínházról mit tudhatunk, mi volt a címe, milyen társulat érkezett? Eszterád Ovi Színház érkezett hozzánk, ez egy zenés bábszínház volt, és a három kívánság volt a címe. Milyen együttműködés, milyen összefogás mentén valósulnak meg ezek a családi délutánok? Kik segítik a rendezvény lebonyolítását? A Laffert Kúria, azon belül Gál Sándor és csapata, és a Dunaharaszti Város önkormányzata. Milyen eseményekre számíthatunk még ebben az évben a Nádor Lakóparkért Egyesülettől? Idén még októberben lesz egy kézműves délután, ugyanígy, és majd szeptemberben a futó délután. Ezekre az eseményekre hogyan készülnek? A futónap az a Dunaharaszti Futó Egyesülettel közösen szoktuk szervezni, ez egy nagyobb lélegzetvételű rendezvény. Erre majd nyár közepén kezdünk el készülni. Ezek az események már hagyományos jelleget öltenek az Egyesület részéről, készülnek-e esetleg valamilyen újdonsággal? Igen, a város szülinapján tervezünk egy tábla átadást, ami a Kegyeleti Park sarkán lesz, és különböző pontokat fog mutatni, ami az Egyesület életében fontos szerepet játszott, hogy hány kilométerre található Dunaharasztitól, amin a testvérváros is szerepelni fog, Aldorf.